De inkább igyekeztem, törekedtem egy bizonyos cél elérésére. Számból vette ki a szót. Tehát egy bizonyos cél felé iparkodtam, amikor hirtelen... Nóta Bene ezt a célt ön tűzte ki maga elé személyesen. Úgy van, mégpedig tudatosan, uram, tudatosan. A legjobb tudása és meggyőződése szerint a hit és értelem nevében. Ön olvas a gondolatainkban. Tehát megyek a lehető legjobban megválasztott úton, amikor hirtelen... Merték? Ó, nem. És önt? Isten őriz. Vagyis nem tudok semmit, csak ennyit állíthatok. De mi történt? Így bajos volna pontosan meghatározni. Mi az az érzésem, hogy egy óriási elefánt torlaszolt el az utcát, vagy valami zavargás. Bár eleinte úgy érzett, hogy árvíz, azután meg, hogy piknik. Olyan köd van. Ó, igen, a ködös napunk van, nem látni világosan. Ennek ellenére iparkodtam eljutni az adott címre. Amit ön választott ki, saját belátása szerint. Szent igaz, nem volt semmiféle fejetlenség. Én magam is láttam előre mindent. Nem egyszer elterveztük a feleségemmel hosszú órákon át egész életünkre. Én is elterveztem mindent pontosan előre, már kölyökkoromban. Hangod? Hallott? Hogyne, hang is volt. Mint valami fűrésszel! Uramisten, nyújtott hang! Vagy nem? Inkább szakadott? Valami óriás dombfűrész. De honnan került el az a fűrész az ördögben? Talán nem fűrész volt, de valami a földre döntött. De mi? Ez a bizonytalanság a legrosszabb. És biztos, hogy a földre. A föld? Már a földre akkor milyen? Csak ugyan ledöntött. A talányok egész szövevénye. Még azt sem tudom, hogy rendes, klasszikus ledöntés volt-e, méltó erre a névre, de ledöntöttnek éreztem magam. Fekvőnek. Annak ellenére, hogy valahogy... Nem egészen ledöntött? Úgy van. Úgy van. És az igazat megvalva, nem panaszkodott. Látott valamilyen embereket? Egyáltalán. Vannak valamilyen emberek? Feltételezhető. Bár ebben a ködben nagyon kétséges. Az a baj, hogy nem győződhetünk meg róla. És milyen színű volt? Micsoda? Így bajos pontosan megmondani. Talán valami fényféle, olyan ólommal átszőtt rózsaszín. Padarság! Mégis képet töröltél. Engem? Engem is. Na most már úgysem érek oda. És aki mennék innen? Most mindjárt, mintha mi sem történt volna. Ne, ne! Fél? Egyáltalán nem. Csak olyan ideges vagyok. Annyira nem tudni semmit. Emiatt a köd miatt. Mondták, hogy nem szabad kimenni innen? Ön kire gondol? Jól van, jól van.
Én eltökéltem, hogy itt maradok. Itt ülök, amíg nem tisztázódik a helyzet. Nincs kizárva, hogy szabadon kimehetünk innen, és folytathatjuk törekvésünket. Utóvégre nem tudjuk pontosan, miről van szó, hát ha mi magunk véletlenül. Saját magát akarja hibáztatni? Hogy mi magunk? Hisz pontosan ismertük az utat. Egy meghatározott cél felé igyekeztünk. Tehát nem a mi hibánk. Nem! Hacsa. Tudom is én. Inkább ne beszéljünk róla. Én határozottan azon az állásponton vagyok, hogy ne menjünk ki. Hát, ha nem határozottan ellenzi. Határozottan. Értelmesen kell viselkednünk. Lehet, hogy igaza van. Nincs ott senki. Még semmi oka félelemre, igaz? Határozottok nincs. Akarja ezt nem mondani, hogy határozatlanok van? Látom, nem esett a feje lágyára. Szögezzük le a tényeket. Kérem, szögezzük le. Jól van. Tehát mindketten elhagytuk otthonunkat, szándékunk szerint, és egy ideig mentünk, vagy ahogy a helyesen kiigazította, igyekeztünk. Friss reggel volt, szép idő, gyermekeink és feleségünk érzékelhető valóságok. Bizonyára nem ismertük az éjjeli szekrényünk anyagát képező molekulák összetételét, az atomokról már nem is szólva, de hát mire valók a szakembereink. Úgyhogy a dolog végeredményben rendben volt. Megborotválkozva, nélkülözhetetlen és célszerű aktatásnákkal a vonunk alatt elindultunk, teljes célszerűséggel, céljaink felé. A címet nagyszerűen emlékezetünkbe véstük, de a biztonságokáért fel is egyeztük zsebnaptárunkban. Stimmel? Szóra. Most pedig figyelem! Egy adott pillanatban, amikor az előre kijelölt és kidolgozott útvonalon voltunk, azon az útvonalon, amely mint egy eredője valamennyi józan számításnak, az egyetlen előirányzott úton, történt valami, ami, és ezt véleményem szerint fokozottabban kell hangsúlyoznunk, teljesen kívülről jött! Valami tőlük független és különálló! Bizonyos kételjemet kell kifejeznem ezzel kapcsolatban. Minthogy nem tudjuk meghatározni a természetét annak, ami történt, még a tüneteket illetően sincs kialakult véleményünk, akár a köd miatt, akár más okból, nem állíthatjuk teljes biztonsággal azt sem, hogy tőlük teljesen független és kívülálló a dolog. Deranzsál engem. Tessék. Zavar. Bocsánat. Mint hogy nem tudjuk meghatározni a dolog pontos természetét, ez nem megmondta! Tessék, ön akar beszélni, parancsolja! Csak kicsúszott a számom, nem szólok többet. Ezért meg még csak valamelyest megközelítő pontossággal sem határozhatjuk meg, melyek voltak az alkotó elemei, tessék? Semmi. Nem szóltam semmit. Én például, mintha valami állatformájú alakot láttam volna. De nem vagyok benne biztos, hogy nem volt-e ugyanakkor ásvány. Néha az az érzésem, hogy inkább az energia játszott szerepet, nem pedig az anyag. Aránylag legkönnyebben úgy határozhatjuk meg, hogy ez a jelenség a dimenziók és meghatározások érintkező felületén mozog, ahol a szám, forma, illat, súly, hosszúság, szélesség, körvonal, árny, fény, sötétség és a többi találkozik egymással. Önnek fájlik? Nekem már lassan múlik. Kérem, ne vulgarizáljunk! Csak kérdeztem. Tény, hogy erőtlenek voltunk ezzel a jelenséggel szemben, és részint önszántunkból, menedéket keresve, részint kényszerűségből ebbe az idegen helyiségbe kerültünk. Az ajtókat szerencsére nyitva találtuk. Nem kell külön hangsúlyoznom, hogy előző törekvéseink teljességgel összezavarodtak, és megakadályozottak. Egyetértek mindennel, de mi következik ebből? Én most érek rá, hogy elkezdenek is. Legfőbb feladatunk most megőrizni nyugalmunkat és személyes méltóságunkat. Igen. Véleményem szerint a helyzet urai vagyunk. Szabadságunkat alapvetően semmi sem korlátozza. Aha. Ő szabadságnak nevezi azt, hogy még mindig itt ülünk. De bármelyik pillanatban kimehetünk, az ajtók itt van. Hát akkor gyerünk, így is sok időt van. Tessék! Azt mondom, menjünk ki! Ilyen hirtelen? Fél? Egyáltalán nem. Az előbb azt mondja, hogy meg kell őrizni egyéni méltóságunkat a szabadság által, és aztán meg nem akar kimenni innen, amíg lehet. Épp akkor korlátoznám a szabadság eszmét, ha csak úgy kimennék innen. És hogy értsem ezt? Ez egészen világos. Mi a szabadság? A szabad választás lehetőség. Míg itt ülök, és tudom, hogy kimehetek azon az ajtón, addig szabad vagyok. De ha felkelek és kimegyek, ezáltal már is választok, vagyis korlátozom cselekvési lehetőségeimet, elveszítem szabadságomat. Kimenetelem, rabjává leszek. Ha ön itt ül és nem megy ki, akkor is választ. Az ülést és a kinemenetet választ. Nem igaz, ülök, de még kimehetek.
Ha viszont kimegyek, kizárom az ülés lehetőségét. Aha, és én jól érzi magát így. Tökéletesen. Belső szabadságon teljes. Ez az én válaszom a titokzatos eseményekre. Mit csinál? Kimegyek. Nem tetszik nekem ez az egész. A tréfál? Egyáltalán nem. Én a külső szabadság híve vagyok. És velem mi lesz? Alászolgálja. Kérem, várjon! Hiszen már ezt nem tudni mi van alaként! Helyeznek mi? Ne sokjál be! Ne sokjál be! Minek fecsegett annyi? Rögtön határozni kellett volna. A szemrehányása nem jogos. Ha nyugodtan ült volna, nem csukottak volna be az ajtók. Ön provokálta ki. Ez már nem fogjuk előteni soha. Mindenekről az oka. Az ön viselkedése miatt zárul a mögöttünk a visszavonulás útja. Hé, nyissák ki azonnal! Ne lármászol! Ne lármászak! Tudom. Be van zárva. Tűnököm, üljön le! Na, most hogy néz ki a maga híres belső szabadsága? Nem tehetek magam a szemrehányást. A szabadságom sértetlen. Ha csak kimenni már nem lehet, mi? A szabadságom potenciálisan ugyanaz maradt, mint eddig. Én nem választottam, nem korlátoztam magam. Az ajtók külső okoknál fogva csukottak be. Észrevette, hogy még csak fel sem keltem a székből. Idegesítenek ezek az ajtók. Aj, drága uram, a külső eseményeket nem befolyásolhatjuk. Csupán személyes egyensúlyunk és méltóságunk megőrzésére kell törekednünk. És erre határtalanul tágterünk nyílik, még akkor is, ha a végtelenből csupán két esetőség maradt számunkra nyitva. Természetesen csak akkor, ha egyiket sem választjuk. Mi történhet még? Úgy érjük, hogy még rosszabb is lesz. Megpróbálok kopogtatni a falon, hát ha van ott valaki. Sajnálom, hogy nem törődik személyes szabadságának sértetlenségével. Én is kopoghatnék a falon, de nem teszem. Ha ezt tenném, kizárnám a lehetőségét annak, hogy mondjuk elolvasom az újságot, ami az aktatáskában van, vagy a nyugdíjpénztári megtakarításaim hozavára koncentráljon figyelmet. Én? Hiszen én nem kopogtam! Tessék engem megérteni! Én nem választottam, tartoztottam minden nemű választottól. Én nem kopogtam, bárbe ismerem, hogy amikor a kolléga kopogott, reménykedtem, hogy valaki meghallja és bejön, hogy valami tisztázódik, hogy ezt beismerem. De kopogni? Nem én kopogtam! Én tiltakozom! Még egyszer ismétlem, a kopogás nem én tőlem származott. Nem értem, miért kéne odaadnom a cipőmet? Én sokra értékelem a belső szabadságot. Mindjárt is láthatja a tisztelt kéz, hogy összebacolódott. Én nem neheztelek a tisztelt kézbe. Itt ugye a lelkismeret ez tiszta. El vagyok rá szemben, hogy megőrzöm belső szabadságomat, még a külső szabadságom árán is. Épp fordítva, mint a kolléga. Nem, én neki sem teszek szemrehányást, az ő dolga. Csupán azt kívánom, hogy nézeteinknek megfelelő bánásmódban részesítsenek bennünket. Egyénileg, külön. Külön! Nincs nadrág, szia! Hosentrágert hordok! Jól van, odaadhatom a hosentrágert is, ha muszáj. Micsoda módszerek szavamra! Tessék, itt a hosentrágeros! A körmöket pedig nem ártana, meg kell félni, tiszteletes. Szerencsé, hogy tiszta zokni van rajta. Tartjaló! Hagyjon békén! Mi baj van velem? Mivel fogok most örömbölni? Mi közlem hozzá? Én leülök! És jól is. A szabadságával lecsúszik a nadrágja. Ön se néz ki jobban, színérkül az övé sem tart.
Mit szól még ehhez? Megismétlem, amit egyszer már mondtam. Ez a kezike, mert megfosztott bennünket térben való mozgás lehetőségétől, aztán pedig a nadrágviselés lehetőségétől. Ez igaz, szívesen elismerem. De miért baj ez? Ide csupán külső dolog. Belül szabad valamutam. Nem köteleztem el magamat semmiféle mozdulattal, semmiféle cselekedettel. Itt ülök és megtehetek bármit a dolgok közül, amelyek még lehetőségeim határán belül maradtak. Ön viszont nem. Ön egy valamit tett. Ön választott, ön kopogott, és ön fesült. Rabszolga! Főtelen vághatnám önt, de fontos a dolgok is vannak. Helyes. De... Végtére is. Miért bántak így el velünk? Mindig azzal kezdődik, hogy elveszik a nadrágtartót, a cipőfűzőt és a nadrágszívat. De mit célból? Hát, hogy fölre akasztunk magunkat. Én még csak fel sem kellek a székből. Miért akasztanám fel magamat, hogy ne megtehetném? De nincs hozzá kedvem. Ismeri a nézeteimet. Elegem van az ön nézeteiből. Az ön dolga. Ha ön azt hiszi, hogy ez a kezike nem akarja, hogy felakasszuk magunkat, akkor az azt jelenti, hogy fontosnak tartja az életben maradásunkat. Jó jel? Igen, pont ez nyugtalanít. Ez azt jelenti, hogy a kezecske ezekben a kategóriákban gondolkozik rólunk. Élet és... mi is az a másik? Hogy hívják? Halál. Ő mondta. Én nyugodt vagyok. Mondja meg! Mi az, amit megtehetne most, ha kedve tartaná? Természetesen figyelembe véve azt a körülményt, hogy elvették a cipőjét meg a nadrágtartóját. Na, sok mindent. Például kifordítva bújhatnék a zakóba, feltűnhetném a nadrágom szárát, és halászt játszhatnék. Hát mi? Énekelhetnék. Hát köszönöm, elég. Megőrült? Mit csinál? Halász játszom, és tudjára gyújtok. Ki akarom használni a lehetőségét annak, hogy valamit csinálhatok, akármi, épp olyan, mint ön. Hát, ha a kezecskéjét rokon szemvezik a halászunkkal, és szabadokot elkerülhet. Ki tudja, nem szabad elmulasztani semmit. Azért kérdeztem önt, mert az ön fantáziája gazdagabb, mint az enyém. Én például nem tudtam volna kitalálni ezt az egészet a belső szabadságot. Jól van, de nem tudhatja, hogy én nem mozdulok erről a szépen. Nem is kívánom tőle. Irein Mächlein hängt nach Schloss die Frohe ein, die launische Vorende vorüber wie ein Pfeil. Ich stand am Ende der Schale und sah in süßer Ruhe des munter Fischleins Fahne im klaren Mächlein zu. Des Mutter Fischleins Fahne im klaren Mächlein zu. Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Holger Csinálta! Honnan tudja? Hát lép ki engednek engem, magam így tudok találni is. Hol van, megyek már, miről van szó? De hisz én csak úgy, hát már játszani se lehet? Nem is vagyok halász. Ne! A nadrágomat nem! Jó. Kérem szépen, már készen is vagyok! Én nem ellenkezem, tessék ezt figyelembe venni. Én bármikor kész vagyok. De nem tarthatná meg ennek fejében a nadrágomat? Jó van, nem ellenkezem. Tessék! Hogy vinné el az ördög azzal a halászod nevével? Milyen részem az önöknek volt? Ön valósította meg! Kivel van itt? Ötlet ide vagy oda, nincs kizárva, hogy így is, úgy is elvette volna a ruhánkat. Nem, én biztos vagyok benne, hogy ön sodorta a veszedelembe magát és engem is ezzel a hülye maskarájával.
Legalább nadrágja száját nem tűrte volna fel, akkor talán nem szúrt volna a szemet a nadrágjuk. Sajnálom, a halászok mindig föltűnik a nadrágok száját. De mire volt ez jó önnek? Már észrevehette, hogy különböznek a nézetei. Ön nem csinál semmit annak érdekében, hogy szabad legyen mindent csinálnia, természetesen annak határain belül, amit tényleg szabad. Én meg valóban igyekszem is csinálni, amit szabad. Úgy látszik, nadrágba járni se szabad. Saját maga idézte a fejére. Anatómiai tévedés. Még egyszer is hétlen, hogy egyáltalán nem tudni. Vajon én provokáltam neki a ruhaelvételt, vagy a nélkül is terve volt véve. Most legalább beláthatja, hogy mennyiben felsőrendű az én álláspontom. Tessék! Nem kopogtam, nem énekeltem, nem tűrtem fel a nadrágom szárat, és ugyanúgy nézek ki, mint ön. Még a gatyánk csíkja is ugyanolyan. És hol itt a felsőrendűség? Kisebb energiabefektetés, ugyanolyan eredmény. A belső szabadság érdekében. Mi van? Szólt a belső szabadságról és megölt? Ön igazságtalan, hiszen mindenkinek jogában van olyan filozófiát választania, amilyen megfelel neki. Mindegy, már nem bírom tovább. Én pedig figyelmeztettem, hogy nem fogok védekezni, hiszen védekezni annyi, mint választani. Én pedig nem engedhetek meg magamnak ilyesmit, hiszen tiltja. Nos, mit bírtsa? Mit bírtsa? Nyilván az ön igazságos megbüntetéséről van szó. Igazságos? Mi mindig azt hiszi, hogy az ön hülye elmélete, jó? Ön pedig azt hiszi, hogy az ön teljes elmélet hiánya, vulgáris gyakorlatilagsága megállja a próbát. Gyere, menjünk. Megint akar valamit. Jól van, menjünk. Mindjárt kiderül, hogy megyünk a jobb. Rosszul van? Gondolja, hogy ez már komolyabb dolog? Beszéljen, kérem! Félek. Mitől fél? A kacsuska eddig csupán a térben való mozgásunkat akadályozta. Kibiztosít bennünket arról, hogy nem kerül ezután valami másféle alapvető jellegű korlátozásra sor. Miben korlátozna bennünket? Az időben. Létezésünkben. De nincs kizárva az sem, hogy ezt az egészet csak álmodjuk. Mit zagynál itt össze? Hát, hogy én önt, ön engem, és mindketten ezt a helyiséget, és persze őt. Bárha, hogy nincs, bárha ismerem külső dolog, de meglehetősen valóságosnak. Csak illúzió, nem lehet más magyarázat. Ha mindez csak álom. Elképzelhetőnek tartja, hogy nem is létezünk? Lehetséges. Hogy nem vagyunk? Szabadosabban szólva, vagyunk, de nem létezünk. Uramisten! És most mi lesz? Nem tudom. Hogy nem tudja? Miért nem tudja? Mondjon valamit! Mondjon már valamit! Jaj, kérem, ne veszíts el a hidegvérét! Én ne veszítsem el a hidegvéremet, mikor kiderül, hogy nem vagyok a világon. Mi a világokban, hogy ne? Csak nem létezik. Mindegy, hisz nem érhet az ember, nem létezik. Nem segítettek. Én igazolhatom magam. Nekem van személyi igazolványom. Én megmutatom magának. Maga nem tudja, ki vagyok én. Én megmutatom a papírjaimat. Nem érdekel az igazolványa. Szóval mi nem vagyunk önmagunk. Nem. És ki az, aki mi? Nem tudom. Találkozok azon, aki én! Majd én megmutatom neki! Ki vagyok én? Kicsoda? Nem tudom! Ezzel kell valakinek lennem! Ki vagyok én? Most hadd eszelem hát ki! Mikor lennék hát boldog? Lehetséges valami, ami nem is boldogság?
De nem killeg a halkapad? Hogy hogy halkapad? Miért halkapad? Maga talán tudja a kolléga, hogy kicsoda? Nem, de én nem tudom. Hogyan tudja meg kitől? Mi közel hozzá? Kérdeztem, kíváncsiságot. Nekem lennem kell, lennem kell! Csinálhatjék, kérem. Hisz maga. Na elég már, elég. Fel a fejjel. Ha ma nem is létezik, holnap bizonyára létezni fog. Nem emlékszik. Elett. Árvíz. Zavargás, halász. Együtt kerültünk ebbe a helységbe. Istenem, hol vagyok? Segíts rajtam, hogy ne legyek, mint pengő érc és zengő cimbalom, hanem mint önmagam. Ez megőrült. Mi lesz? Magam sem tudom. Mondjuk ez azért van, mert ön, mint a külső cselekvés híve, hamarabb kimerül. Ez eszemben én... Megint! Nem akartam bosszantani. Van valami terve? Csak egyet tehetünk meg. Mit? Bocsánatot kérhetünk a késztől. Bocsánatot? Ezt nem bántottuk. Igen, neki kellene. Az nem számít. Bocsánatot kell kérni tőle, általában a biztonság okáért, minden különösebb ok nélkül, hogy nem csak a különöket, akár ezt használ. Én nem lehetek ilyet. Alig, ha kell mondanom önnek, hogy miért. Persze, hogy nem, kívülről tudom, a bocsánatkérés választást jelentene, azt pedig korlátozná, és a többi, és a többi. Igen, pontosan ezért nem. Jó van, hát ahogy gondolja, én minden esetre bocsánatot kérek tőle. Meg kell alázkodni, hát ha ezt várjátok. És nagyon szeretnék, de hát az elveim... Én megmondtam a magam véleményét. Azt hiszem, megtaláltam a módját. Ön kényszeríteni fog engem, hogy kérjek tőle bocsánatot. Így részemről semmiféle választásról nincs szó. Kényszer hatására cselekedtem. Jó van, akkor érezze úgy, hogy kényszerítem. Azt hiszem, jön. Nem láttam, hogy néhány szál virág. Drága jó kéz, azaz szeretve tisztelt kéz. Tisztában vagyunk vele, hogy a tisztelt kéznek van fontosabb dolga is, mint hogy meghallgasson bennünket. Mégis szeretnénk néhány szívből jövő szót mondani a tisztelt kéznek, vagyis inkább vallomást tenni, hogy bár későn, de tudatunk teljes birtokában bocsánatot kérünk töredelmesen, azért, hogy miért? Azért, hogy mentünk, hogy törekedtünk, vagy egyáltalán? Azért, hogy mentünk, hogy törekedtünk, hogy nem. Rosszul fejezem ki magam. Egyáltalán. Hogy voltunk, hogy vagyunk, őszintén, igaz szívből, mindenért. Azért, amit a tisztelt kész tud, és mi nem tudunk, mert hát mit is tudhatunk mi, mit is tudunk mi tulajdonképpen. Ha tehát van valami olyasmi, akkor én igazán bocsánatot kérek érte a lehető legtöredelmesebben. Csukolom a kedves kacsócskát. Én is csatlakozom, bár természetesen csak bizonyos értelemben a kollégám kényszerítő hatására. Az én elveim tudja, drága kéz. Szóval, bár kényszer hatására, de alapvetően és őszintén én is bocsánatot kérek. Drága kéz, tudom. Thank you.